A pedagógusok béremelésére, a felsőoktatás finanszírozására, az EON gáztározóinak megvásárlására és a takarékszövetkezetek államosítására költene a kormány, ezért írják át újra a költségvetést. Ezzel együtt csökkentik a vésztartalékként kezelt országvédelmi alap összegét is. Az átalakítás a költségvetési tanács szerint is növeli a kockázatokat. Hetedszerre gyűrközik neki a kormány a büdzsé átalakításának. Ahogy ebben a táblázatban is látszik, a kiadások 171 milliárddal nőnek, közben a költségvetési vésztartaléknak tartott országvédelmi alap 84 milliárddal csökken. A táblázat felső két sorában szereplő tételek, vagyis a takarékszövetkezetek államosítása és az EON gáztározóinak megvásárlása ugyanakkor az unió szempontjából nem jelentenek hiánynövelő tételt, ezek úgynevezett piaci műveletnek minősülnek, a büdzsé deficitje ennek ellenére nő. A kormány ezzel együtt 100 milliárdos egyszeri bevételt remél a mobil cégektől a frekvenciák meghosszabbításáról szóló megállapodás alapján. Valószínűleg ezzel a valahol ott a 3%, a GDP 3%-a környékén tudja a kormány tartani a deficitet. Vagy egy picit alatta lesz, vagy egy picit fölötte lesz. Ezt most nagyon nehéz még megmondani. A költségvetési tanács is fölhívta a figyelmet arra, hogy bizony-bizony itt elég erős túlköltekezés folyt az utóbbi hónapokban. A költségvetési tanács nem emelt kifogást a módosítás ellen, ugyanakkor a szervezet arra figyelmeztet, az országvédelmi alap csökkentése növekvő kockázatot jelent. Érzékenyebbé válik, ha úgy tetszik, a költségvetés arra, hogy végül is a gazdasági folyamatok, a növekedés az mit fog hozni, hogyan alakul a forintnak az árfolyama, milyen inflációs folyamatok fognak az év folyamán lefutni, és hát persze a finanszírozás oldaláról is, hát vannak olyan tételek, amelyeknek a bizonytalansága vagy a kedvezőtlen alakulása hát a kockázatokat növeli. Vértes András közgazdász szerint már hónapok óta választási költségvetés alapján működik az ország, és a GKI elnöke szerint még korán sincs vége. Még be van ígérve a devizahitelesekkel kapcsolatban egy nagy akció. Elég egyértelműnek látszik, hogy valamilyen a gyerekesekkel, a gyermekvállalással kapcsolatos többlet kiadás, többlet programot is a kormány el fog fogadni, és meglepődnék, hogyha nem lenne valami kis ajándék a nyugdíjasoknak. Azt, hogy ezekre a Vértes András által említett kiadásokra honnan lesz pénz, még nem tudni.